Részleges kijárási tilalom lépett életbe Szlovákiában a közelgő húsvét miatt. Az intézkedés értelmében az ország lakói alapos indok nélkül nem hagyhatják el azt a járást, ahol a lakhelyük van. A rendőri ellenőrzések miatt számos helyen komoly dugók alakultak ki. Romániában már a 200-at is meghaladta a koronavírus áldozatainak száma, és több mint 4700 embernél mutatták ki a fertőzést. A Dévai kórház teljes vezetése lemondott, ezért a hadsereg átvette az irányítást az intézmény felett, ahogy az az elmúlt napokban több másik román kórházban is megtörtént. Szerdán leszállt Belgrádban egy orvosi felszereléseket szállító török repülőgép. Ankara annak ellenére küld segélycsomagokat 5 nyugat-balkáni országnak, hogy naponta több ezer új fertőzöttet regisztrálnak Törökországban, és a halottak száma is gyorsan növekszik.